Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit szeretne közölni veled? Mi a szív üzenet? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A központi téma itt van középen. A hármas szám jelentheti azt, hogy ő veled együtt tervez valamit. Ez lehet egy közös munka is. De ez a hármas szám jelentheti azt is, hogy van egy harmadik személy a háttérben. Ez lehet még egy párkapcsolat, de lehet valaki más is, mint például egy munkahelyi kapcsolat, vagy az anyukája, valaki, aki megpróbálja befolyásolni őt. De, ahogy látható a képen, ő ezt nem engedi, hiszen a kezébe veszi itt ezt a botot. És ez az egyetlen bot, amit ő megérint. És ez arra utal, hogy ő fog most döntéseket hozni. Itt megvan nála a belső harmónia, erre utal ez a yin-yang szimbólum. Azon kívül látható itt a vörös szín, ami utal a tűz elemére, az jelenti a bátorságát, a lelkesedését, és jelenti a testi kapcsolatot is. A másik két bot itt van ugyannak közelben, de ő ahhoz irányba tekint, ami őt lelkesíti, amit ő szeretne elérni, és pontosan ez az üzenet számodra. Itt látható, hogy felül erre a lóra, és ez a ló előre viszi az eseményeket. De nem tud itt kapaszkodni, tehát fél valamitől, fél attól, hogy leesik, és megüti magát. De ennek ellenére látható ez a mozgás, és nem jön üres kézzel, hiszen átnyújtja számodra ezt az arany kejhet, ami utal a víz elemére. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, de még kicsit bizonytalan. Fél attól, hogy te visszautasítod, és akkor leesik a lóról. Ez a kép itt hasonló, mint ahogy itt látható, itt is olyan bizonytalanul ül ezen a lovon. A különbség a két kártya között, hogy itt a víz eleméről, tehát érzelmekről van szó, és ennél a kártyánál a föld eleméről, tehát anyagiakról, a munkájáról, a biztonságról van szó. Azon kívül, amit itt a föld eleme még jelent, hogy ő szeretné megvalósítani az álmait, hiszen a föld eleménél reális dolgokról van szó. Itt ezen a képen te vagy látható, amennyiben te egy hölgy vagy, és ez mutatja az ő elvárásait. Itt a kanna utal a gondolataidra, hiszen megjelenik itt a fejed fölött. Miről kellene elgondolkoznod? Itt is a víz eleméről van szó, tehát az érzelmekről. A kezedben van ez a kehely, ami szintén a víz elemére, tehát érzelmekre utal. Elvárja azt, hogy te is átnyújtsd számára ezt a kelyhet, kimutasd az érzelmeidet. Itt a halak a háttérben szintén mély érzelmekre utalnak, de néha jelentik az anyagiakat is. Tehát az is fontos, hogy itt folyamodjanak az események. Legyen növekvés az anyagiakat illetően, vagy légy nyitott,
érzelmekről, mély érzelmekről beszélni, mert itt van köztetek egy lelki kapcsolat. Ezen a képen látható ez a szerelmes pár, ez te vagy és ő, de kell, hogy új irányba tekintsetek, mert itt lesznek változások. Ez a kép utal az álomra. Ő rólad álmodozik, vagy megjelensz az álom képekben, és az álom az nem más, mint egy belső hang, a léleknek az üzenete ilyen képek formájában. Itt a kettes szám jelenti azt, hogy kialakul egy párkapcsolat, te és ő, erről fogtok beszélni, itt lesz egy találkozás, itt lesz egy közeledés. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!